Na hello beló mindenkinek, üdvözlöm a kedves közönséget. Itt az öregimi, és ezúttal egy rövid kis videóval jelentkeznék. Szeretném bemutatni számotokra, hogy hogy fog kinézni szerintem a következő idényben a Real Madrid kezdő 11-e, illetve hogyha én lennék Julen Lopetegi, akkor én hogy alakítanám a Cristiano Ronaldo nélküli Real Madridot. Először is, ami ugye már biztosra vehető, illetve 99% biztos, Thibaut Courtois a Real Madrid kapusa lesz. Ez gyakorlatilag napok kérdése, hogy hivatalássá váljon, talán akár már a mai nap folyamán bejelenthetik. Egy biztos, Keylor Navas, nagyon szeretem, nagyon tisztelem, de sajnos rengeteg potyát véd. Megesik az, hogy bakizik, és egy ekkora klubnál, mint a Real Madrid nem fér bele. Noha Navasnak voltak olyan meccsei, őnek volt egyik legnagyobb szerepe a 13. BL cím megnyerésében, hiszen a Bayernnek még a szemét is kivédte, de voltak nagyon nagy hibái is Navasnak, és én úgy gondolom, hogy most ebben az évben jött el az, hogy a Real Madridnak egy új első számú kapust kell igazolnia, és Thibaut Courtois tökéletes választás lesz. Gyakorlatilag ingyen 35 millió euróért Courtois ajándék a mai árakat nézve. Navas természetesen maradna az én elképzeléseim szerint is, és ő lenne a csapat második számú kapusa, illetve rotálnám a két kapus, nem tudom ki emlékszik, a 2013-14-es szezonban Carlo Ancelotti érájából ugye a bajnokságban végig Diego López védett, a kupában védett Iker Casillas, illetve a bajnokok ligájában, így én Navasnak ugyanezt a feladatot adnám, Courtois pedig első idényében a La Ligát kapná. A védelemben Ramos, Varane, Carvajal és Marcelo, a szokásos négyes, semmit nem változtatnék, ugye Álvaro Odrizolát leigazoltuk, akinek a FIFA 19-ben ennél jóval nagyobb rating lesz, illetve itt most nem tudtam lefrissíteni ugye a kereteket, mert átállítottam őket. Odrizola körülbelül 81-82-es ratinget fog kapni a FIFA 19-ben, szerintem jóval magasabb képességű, jóval képzettebb játékos, mint Ashraf Hakimi, így végre a Real Madridnak két minőségi jobboldali bekje lesz, tökéletes választás volt, nagyon jó igazolás, Carvajallal nagyon jól fogják rotálni egymást a balon, ugye Marcelo jelenleg szerint úgy néz ki, hogy Teótól megválik a Real Madrid, két éves kölcsönszerződéssel mehet, vagy visszavásárlási opcióval, de az nagyon nagy esélye bekövetkezik, 80% esélye, hogy Teó ezen a nyáron elhagyja a Real Madridot, sajnos nem váltotta be teljesen a hozzáfűzött reményeket. Időre van még szüksége a srácnak, és gyakorlatilag ahogy a klubnál fogalmaznak, gyakorlatilag csak nagyon fiatal kora miatt kéne Teónak elmennie egyelőre, hiszen még nincs kellő tapasztalata. Marcelo ugye egyedül maradna baloldali back, szükség esetén Nacho beugrana, Nacho ugye a Real Madrid Jolly Jokere, a védelem bármely pontján megállja a helyét. Nem tévedés, Nacho bal hátvédet, jobb hátvédet és belső védét is tud játszani. A középpályán Modric és Kroos, valamint Isco 99%-os stabil kezdő lesz Julen Lopeteginél. Isco Lopetegi legnagyobb kedvence. Tudom én, hogy Casemirót annó ő fedezte fel a 2014-5-ös szezonban ugye még a Porto csapatában, és nagyon ragaszkodott hozzá Lopetegi, Casemiroval nagyon jó is a viszonyuk, de én azt gondolom, hogy a standard kezdőben Zidane távozása után Casemiro nem lesz fontos kezdőjátékos. Szóval nálam mindenféleképpen így néz neki a kezdőcsapat, és én Isco személyében tényleg egy olyan varázslót látok, akinek kezdőnek kell, stabil kezdőnek kell lennie végére, és ki kell nőnie magát a Real Madrid egyik legnagyobb vezérének. Természetesen Casemirónak is nagyon fontos szerepet szánnék, és nagyon sok mérkőzésen helye jutna a kezdőben, így Modricot vagy Kroost rotálva, de szerintem Casemiro ki fog szorulni a kezdőből, és Isco stabil kezdő lesz Lopetegitől, jóval támadóbb focit várok, mint Zidántól. Ez lesz szerintem a középpálya. A jobb szélen Gareth Bale-t várom, aki ugye már hivatalossá vált, hogy a következő szezontól a Real Madrid első számú büntető lövője lesz. És Bale, srácok, szerintem a következő Ronaldo lesz. Mármint abból a szempontból nem fog Bale 60 gólt lőni szezononként, természetesen, de 30-35 gólt. Én ezt most megmerem nektek mondani, 30 gól fölött fog a következő szezonban Bale termelni, és a Real Madrid vezére lesz. Meglátjátok majd, hogy Ronaldo távozása után jóval nagyobb szerepet vállal majd Gareth, és jóval nagyobb vezére lesz ennek a Real Madridnak. Én imádom a Velszibárdot, eddig is imádtam, és hogyha a sérülések is elkerülik ebben a szezonban, akkor hatalmas szezont futhat Bale, egy zseni, és ugye Lopetegivel megbeszélték, maradni fog, Bale harcolni fog. És szerintem bizonyítani is fogja, hogy helye van ebben a csapatban. A bal oldalon Cristiano Ronaldo helyettese Eden Hazard lesz. Ez is ugye egyre valószínűbb. Ő már akár csak Courtois egyébként megegyezte. Courtois áráról is megegyezett már a két klub. Szóval Courtois-ról már tényleg csak
annyit kell tudni, hogy pár nap múlva aláír. Viszont a baloldan Azar már megegyezett a Real Madriddal, már csak a Real Madridnak és a Chelsea-nek kell dőlőre jutnia egymással az összegről. Ugye Roman Abramovich 200 millió euró fölött szeretne kapni Azarért, viszont a Real Madrid ennyit biztos, hogy nem fog megadni, és biztosra vehetitek egyébként, és mindenki biztosra veheti, Abramovich előbb vagy utóbb be fogja adni a derekát, most a Real Madrid legfrissebb hírek szerint 120 millió eurót ajánlott, a Transfermarkt.de is ennyire satszolja egyébként Azar árát, és szerintem is nagyjából ennyit érne meg a belga támadó jelenleg. Hazard nem fog ugyanúgy, mint Ronaldo 60 gólt lőni. Hazard nem lesz olyan típusú játékos, mint Ronaldo. Viszont ezzel a kreatív támadózónával a Real Madrid jobb lesz, mint Cristiano Ronaldoval. Béllel és Hazardra a két villámgyors szélsővel a bal oldalon, illetve a jobb oldalon. Irányítóba pedig egy Iscóval. Gyakorlatilag az egyetlen kérdés számomra, hogy Benzema fel fog-e nőni ismét a feladathoz. Én azt mondom nektek, srácok, bár most nagyon írják, hogy a Napoli elviszi 45 millióért Benzt, de én bízok az öreg Karimban. Én adnék még egy utolsó utáni lehetőséget az öreg Karimnak, és megnézni, hogy Ronaldo nélkül mit tud. És meg fogjátok látni, srácok, hogy Bale és Benzema valami mindenki jóval nagyobb szerepet fog vállalni, és szerintem a Real Madrid tökéletesen fogja pótolni Ronaldót. Hazard szerintem sokkal jobb választás, mint Neymar, és Hazard közül fog ugye kikerülni az utód. Most jóval nagyobb 90%-es év a Hazard érkezésére. És gyakorlatilag ennyi. James visszatérését nagyon-nagyon írják most az újságok, bár a legfrissebb hírek szerint Nikó Kovács megerősítette ugye, hogy maradni fog Münchenben. Nagyon örülnék Hamesnek, mindig nagyon szerettem Hamest, az egyik legnagyobb példaképem, de jelenleg szerint nem férne be az én csapatomba sem. Ugye Vinicius Juniorról ne feledkezzünk meg, az a srác jobb futballista lesz, mint Neymar. Néhány év múlva, ha nézitek ezt a videót, el fogjátok ismerni, Vinicius Junior jobb lesz, mint Neymar. Egyelőre biztos, hogy nem ő lesz a kezdőcsatárunk, nagyon nagy esély van arra, hogy kölcsönbe megy, az előszezon után válik majd el. De egyelőre, amit a srác mutat edzéseken, az valami brutális. Nagyon ügyes srác Vinicius Junior, illetve én tényleg nagyon nagy figyelemmel követtem őt az elmúlt másfél évben, és nagyon megfogott a játéka a Flamengo-ban, hatalmas tehetség a brazil, így Benzema vetétársa is meg lesz. Ugye van itt egy Borja Mayoral, még a hírek szerint ő nagy eséllyel távozhat, ez is az előszezon után válik el, és hogyha Mayoral távozik, elvileg a hírek szerint Mariano Diaz visszatérhetne elvileg, de viszont itt lesz Raúl de Tomás, aki biztos, hogy marad a Real Madridban ebben a szezonban, és én örülök is de Tomás maradásának egyébként, ő lesz majd a cserecsatárunk, ugye az előző szezonban 23 gólt lőtt, hogyha nem tévedek a Rájóban, és házi gólkirályként juttatta fel a kis madridi csapatot. Jó lesz ez a Real Madrid, srácok, és természetesen le fogunk tolni így virtuálisan most egy szezont, leszimulálunk, és nyilván lesz a FIFA 19-ben. A megjelenés napjától tényleg nagyon rá fog feküdni egy Real karrierre, mert rohadtul várom a Ronaldo nélküli Reált. Nem fogok a számból, kimondom, nem fogok a számból picsát csinálni. Ronaldo számomra továbbra is a legnagyobb példakép lesz, és minden idők legjobb játékosa, de nem áll meg az élet. Ronaldo előtt és utána is brutális jó volt, és brutális jó lesz a Real Madrid. Volt nekünk már Raulunk, volt nekünk már Ikerünk, voltak legendáink, akiktől megváltunk, Gutiról nem is beszélve. Nagyon régóta vagyok madridista, amióta az eszemet tudom. Nekem nagyon fájt Casillas és Raúl, valamint Guti távolása és Ronaldo is megütött, de megy tovább az élet, és jó lesz ez a Real Madrid. Nézzük, szimuláljunk le egy szezont, lássuk, hogy teljesít majd a Real Madrid az első szimuláció szerint. Így állunk most, így állunk féltávnál, a góllövő listát mutatom egy pillanatra. Ahogy én azt jósoltam, Gareth Bale 11 gólos, Benzema és Hazard 6-ot dob össze, Hazard 8 gólpaszt osztott ki, a csereemberünk Asensio 6-ot egyébként, amit elfelejtettem mondani, Asensiót és Vázquezt is a lehető legtöbbször be kell majd húzni és válogatni ebbe a csapatba, akárcsak Zidane csinálta, és Kurta 8 clean sheet-et hozott le, tökéletesen muzsikál egyelőre a Ronaldo nélküli Reál, és magabiztosan, toronymagasan utcahosszal vezeti a La Ligát, és 14 győzelem mellett 3 döntetlen, januárig szimuláltam lendőből, és 45 ponttal elsők vagyunk, 34-9-es gól differenciával, nagyon jó, nagyon kevés gólt kapunk, és a való életben is ezt fogom várni ettől a védelemtől, ettől a csapattól most. Mint látjátok, Azar nagyon szépen felépül, Bél bomba formában van,
mindenki nagyon jól teljesít. Egyelőre az Isco egyelőre visszafogottabb, mint amit vártam volna. Navaszt is forgatja a játék, ahogy látom, Casemiro is játszik, Asensio bomba formában. És még nagyon örültem valójában, ugye Jorente és Ceballos is biztosan marad a szezonban, Lopetegi megerősítette, hogy számít rájuk. Ennyit kell mondanom, uraim. Tökéletes egyelőre ez a Real Madrid. Nézzük, hogy a szezon másik fele hogy alakul, illetve hogy a többi kupasorozat. Ugye a szuperkupát 4-0-ra hoztuk le a Barca ellen, sajnos most a valójában nem fogunk a spanyol szuperkupában szerepelni, de lehoztuk, úgy látom. A királykupából sajnos ez az a sorolata, onnan kiestünk, az espanyol kiejtett minket. Nem baj, egy kupával legalább kevesebb, több pihenő. Viszont a BL-ben természetesen túléltük a csoportkört, a Rómával találkozunk majd. Amúgy... 14 pontos csoport elsőként éltük túl a csoportot. Na nézzük a szezon másik felét, ugye a kupában mostanság amúgy is gyengén teljesítette való életben a Real az elmúlt években. Ez úgy látszik a játékban, sincs másképp. De nézzük, hogy hogyan alakul majd a szezon vége. Egyébként, hogy minél realisztikusabb legyen, még a Huescát, a Valladolidot, meg a Rayot is, mint friss feljutó csapatokat betettem. Szóval nézzük, hogy mint hogy zárjuk a szezont. Véget ért a bajnok idény, és a Real Madrid 94 pontos bajnok lett. Utcahosszal nyerte meg a La Ligát, mindösszesen 2 vereséggel. 84 lőtt és 28 kapott góllal, ez szerintem teljesen reális lesz majd a való életben az első Ronaldo nélküli idényben. Így zárjuk tehát az én szimulációm szerint majd a bajnokságot. Egyébként az én jóslatom szerint ebben az idényben a La Liga biztos, hogy meg lesz Lopetegivel a Real Madridnak. 100%-ig biztos ő benne, és meg is fogom fogadni. 10.000 forinttal, jól halljátok, 10.000 forinttal hamarosan, amint megvan a La Liga menetrendjének sorsása, én meg fogom tenni, hogy a Real Madrid ebben az évben spanyol bajnok lesz, ez az, amiben biztos vagyok. Ugye a királykupátból sajnos idő előtt kiestünk, bár ott idén nagyon jó szereplést várok, és én azt mondom, hogy a spanyol kupában is esélyes lesz a Real. És a BL-ben fináléig jutottunk, az még hátra van a Bayern elleni döntő, mint látható a Rómát, az Atletico-t és a Cityt kiverve jutottunk el döntőig, és jön a Bayern München elleni finálé. Az Európa Ligában a Barcelona finalista az Arsenallal, és itt a VB sorsása, úgy de jó ott Magyarországot látni. Na jó, fejezzük be a szezont, nézzük meg tehát a BL döntőt a csapattal. Mondnám, hogy szívesen lejátszom, de nem fogom lejátszani, nem akarok mérkőzést játszani. Egyébként Eden Hazard lett a gólkirályunk. Hoppá, hoppá, hoppá. Bocsánat, egyébként nem tudom, hogy mi ez a kép probléma, és nagyon csúnyán néz ki. Szóval ezt inkább hagyjuk, de egy biztos. Eden Hazard gólkirály lett, a statokat meg sem néztük még, srácok. A statokat még meg kell mutassam nektek, úgy érzem. És a BL-ben is Hazard 7 gólt lőtt, hatalmas játékos, és meg fogjátok látni, Hazard nagy király lesz. És bezony, jól látjátok, Hazard 24 gólos gólkirály lett, úgyhogy a szezon első felében 6 gólt lőtt, a szezon másik felében 18-at dobott össze Hazard, Bélnek pedig 21 találat. Tehát én a való életben Hazardtól 15-20 gólt várok majd, minden kupa küzdelmet figyelve, viszont figyeljetek meg, hogy Hazard 20-30 gólpaszt biztos, hogy ki fog osztani ebben a szezonban, és nagyon nagy király lesz, akárcsak Bél, nagyon szép teljesítmény mindkettőjüktől, és Benzema is 12-t összedobott. És Hazard még assziszt király is lett 16-tal, elképesztő a srác. Kurta sajnos gyengébb másik felét hozott a szezonnak, de így is 13 clean sheet-szer a másik legjobb kapus lett, Oblak előzte csak meg őt. És hát mint látható, szépen fejlődött a keret egészen a szezon végéig. Nagyon jó lesz most ez a Real Madrid, azt mondom, úgy látom, hogy Theo bekerült a bal oldalra, ezek szerint a játékban volt valami, és már Célót kivásárolták. Na mindegy, való életben ez természetesen nem így lesz. Nézzük azt a bizonyos BL döntőt. Gyerekek, FIFA-s történelmem első hónapmenedzsere kitüntetése. Még soha, de soha nem kaptam meg ezt a díjat. Hiába nyertem meg minden létező meccset a hónapban, most én lettem a hónap edzője. Köszönöm szépen! Hát srácok, sajnos a videó végéről lemaradt. Egyszerűen valamiért meghibásodott az elmentésem, kikreselt a játék, miután leszimuláltam a BL döntőt. 2-1-re sikerült megvernünk a fináléban végül a Bayern München csapatát, tehát a Ronaldo nélküli Real bajnokságot és BL-t tudott nyerni. 2016-17-es idényben történt ugye ez meg, hogy a Real bajnokságot meg BL-t nyert egyszerre. Én már nagyon kíváncsian várom a következő idényt, és kíváncsi vagyok, hogy Hazard mekkora vezére lesz majd a Real Madridnak, illetve hogy mennyire várnak be a jóslataim. Mondom még egyszer, Courtois által egy remek szezon várok, és szerintem ő a világ legjobb kapusa, minden túlzás nélkül.
Én nagyon-nagyon örülök az érkezésen, független attól, hogy Navaszt imádom, és az lenne számomra a legnagyobb öröm a világon, ha Navas és Kurta egyszerre lenne a Reálban. Eden Hazard egy hatalmas vezér lesz, és neki adnám szívből a hetes mezt, vagy Marco Asensiónak kettejük közül egyik, hogy mindenképp megérdemli, hogyha esetleg Asse kapja meg a hetest, akkor Hazardnak a 20-ast adnám. És Hazardtól nagyjából 15-25 gólt, illetve 15-20-25 gólpaszt várok a szezon folyamán. Meglátjátok, nagyon fog villogni a srác, mindenki többet fog nyújtani, mint amennyit eddig. Mindenki többet fog egy kicsivel vállalni, és reméljük, hogy Benzema is magára talál. Köszönünk mindent, Cristiano, viszlát legenda, de az élet nem áll meg. A Real Madrid továbbra is a világ legjobb csapata lesz.